Jó estét kívánok nézőinknek! Zsebők Csabával a Magyar Nemzettől, és Uzsér Róberttel a szélsőközép.hu tollal együtt. Egy kis toldalik torlasztással. Rendben van, hát nem tudom, hogy ez az egyházias kezdés ez mennyire indokolt, de nézzük Ádrend meg, van. Nézzük meg, na de hát itt komoly ügyekről is szó van, mindeközben eléggé világias ügyekről. Itt van már is az a hír, a napi gazdaság hozta ma, amely szerint kétségesnek tartják a 2009-es piacnyitást a biztosítók. Nézzünk meg róla néhány mondatot. Kétségesnek tartják a 2009-es piacnyitást a biztosítók, írja a napi gazdaság. A szakemberek arra számítanak, hogy az egészségbiztosítási törvény bejárja az alkotmánybíróságot, ez pedig több hónappal elcsúsztathatja a hatályba lépését. Valóban, és van a hírnek még más eleme is, amely szerint a szakemberek szerint hát egy elég sok lyuk van ezen a rendszeren még, és úgy tűnik, hogy maga a szabályozás stílusa is eléggé könnyű változásokat tesz lehetővé, egyszerű többséggel ezt-azt-amazt meg lehet szavaztatni, így nyilván jobban félnek belépni a rendszerbe, amelyik bármikor és bárhogy változhat. Hát az a biztosítók félnek, hát ez rettenetes, hát a kicsi szívem megszakad értük, de tényleg, szegény biztosítók, hát mert hogy ők így mit kockáztatnak, így a profitjuknak a mértékét gondolom. Ezzel szemben a társadalom az az egészségét, az életét, a jövőjét, tehát hogy így, tehát ezek merülnek de fel. De ők arról tehetnek, hogy meginvitálva lettek ebbe a rendszerbe? Hát, hogy ebből akarnak megélni más embereknek a betegségét. Hát azért politikusok de nem lép be, belép más. De politikusok mögött azért szoktak lenni gazdasági lobbycsoportok, különösen pártok és különösen egyes pártok. Ilyen erőszakolták volna rajtuk keresztül? Simán el tudok képzelni bármifajta árukapcsást, hogy az SZDSZ-t belevitték ebbe a táncba, nem is kellett annyira belevinni. Egyébként úgy, hogy a Robi mondja, hogy a társadalom mivel felel. Tényleg az egészségével, a kiszámíthatósággal, a mindig ugye belátható életpályamodellről, meg ilyesmikről beszélünk, az egészségügyben mit láthatunk be, vagy mit láthatunk előre? Semmit. Ez a törvény úgy rossz, hogy van. Végrehajtási jogszabályokról fogalmunk nincs. Az MSZP-nek se, Horváth Ágnes azt mondja, majd miniszteri megbízott lesz. Az MSZP azt mondja, kormány megbízott. Fogalmunk nincs, hogy milyen végrehajtási szisztémával írják át egyébként, vagy felül ezt a jogszabályt. De ez az állításod, ez nagyon messzire viszi a következtetéseinket, mert itt az, hogy társadalmi érdeket képvisel, képtelenek és nem is hajlandóak, azt látjuk. De úgy látszik, hogy még a gazdáikat se képesek képviselni. Tehát most ezután a TB privatizáció után, ami gyakorlatilag törvényileg már... A képviselők a gazdáikat, kvázi biztosítóikat nem tudják képviselni? Így pontos, hát az elit. Hát most fogalmazunk így, hát a képviselők, akik szavaztak, illetve a kormányzat, amelyik ezt előterjesztette. Az egybefonódott. Hát az látszik, hogy intellektuálisan és erkölcsileg egyaránt nem képesek arra, hogy vezessék ezt az országot. Tehát, mert az, hogy elégedetlen a társadalom, hát nyilvánvaló, hogy a társadalom fél a változástól. Az, hogy elégedetlen az ellenzék, hát az ellenzéknek, hogy mondjam, hát hivatása, hogy elégedetlen legyen ez a dolga, ezért fizetjük. De ennyi az egész? De hogy a biztosítók is elégedetlenek, érted, miről beszél? Tehát ez nincsen bekalkulálva. Tehát most, ha valakinek, a biztosítóknak, azoknak tényleg örülniük kéne, és még ők sem örülnek. Tehát, és egyébként ez a riogatás, hogy ez a kormány, ez micsoda nemzetrontó gazemberek, és hogy micsoda profi tolvajok, és ellopják az államot, dehogy lopják el, szétfolyik a kezük közül, alkalmatlanok arra, hogy képviseljenek bármit és bármit, akár minket, akár ez a biztosítókat. Ez a mi szempontunkban majdnem mindegy lenne. Egyébként dilettánsak, tehát egyértelműen dilettánsak, másrészt igen komoly bizantin személyiségeket nyugodtan mondhatom, így prejudikálnak, ugyanis Horváth Ágnes közölte, hogy kiváló lépcső ez ahhoz, hogy minden a magánbiztosítók kezébe kerül, minden magánkézbe kerüljön. Azt mondta a parlament MSZP-s képviselője, hogy ne idézgessek novemberi véleményeket egy decemberi szavazáskor. Bocsánat, ez hétvégén, most hétvégén, szombaton is mondta de Horváth Ágnes magazinban asszonyság. Már meg van szavazva egyébként, szaporodni fognak az elszólások. Most már viszonylag következmények mentesen mondhatnak akár, de tudod mit, eddig is megtették. Semmiféle következmény nincs. Hát könnyebben ment, mint képzelték. Hát azt gondolták, hogy ezzel majd azért lesz egy nagyobb társadalmi ellenállás. Nem volt. Semmi nem volt. Tehát az az igazság, hogy nincsen társadalom. Szerinted lakosság van, szardíniák fekszenek egymás mellett a konzervdobozban, és azt lehet velük csinálni, amit akarnak. Oda exportálják őket, oda privatizálják őket, ahova akarják. Igen, ez egy érdekes megközelítés, és nem is vitatkoznék vele, annyiban egészíteném ki, hogy arról szoktunk beszélni, legalábbis elég sokan, hogy nincs nemzet, egy atomjaira hult
népesség van, országlakosok. Te most egy másfajta megközelítésből, de gyakorlatilag ugyanarról beszélsz, mert egy egészséges nemzet, ami nem a sovinizmus békójában van, hanem egészséges nemzeti öntudata van, illetve társadalmi védekező mechanizmusa, az gyakorlatilag egy is ugyanaz. Ez egy nálunk egyik sincs, baloldali, egyik sincs szerintetek. Van egy baloldali, meg egy jobboldali frazeológia, az egyik az népről ugyan és nemzetről beszél, a másik az társadalomról, szakszervezetekről, szolidaritásról, egyik sem valósul meg. Szerintetek ez a mostani hír, ez mutathatja azt, hogy a biztosítók most, amikor a 100-valahány lyukat be kell majd tömni különböző miniszteri rendeletekkel ezen a törvényen, lehet, hogy erre akarnak nyomást gyakorolni, hogy ez a szabályozás, ami a lényeget állítólag majd körülírhatja, hogy ez sikerüljön olyanná, amilyenné ők akarják? Ez egyébként lehetséges, viszont nyomásgyakorlásra más eszköze is lesz a magánbiztosítóknak, ugyanis emlékezzünk és emlékeztessünk a WTO, a Kereskedelmi Világszervezet AMA egyezményére, amelyet Magyarország is ratifikált, és miről szól? A szolgáltatások liberalizálásáról. Ez mit jelent? Hogy egy ország bármilyen ágazatban, egészségügy, biztosítás, ez pláne itt a kettő egyszerre vagyon jelen, piacot nyit, akkor a piaci szereplőknek semmilyen gátat nem lehet szabni, és az ezt beépíteni látszó, vagy beépített állami garanciákat meg lehet támadni sikerre, ráadásul az Európai Bíróságon. Tehát, amit most az MSZP-s képviselők marha nagy kuruc lázadóként, idézőjelben mondom a kurucot, kiköhögtek magukból, az annulálható, törölhető az egész. Uh-huh. Én a Fidesz népszavazása az, amiről érdemes egyébként még beszélni, ez az, ami teljesen nevetségessé vált. Most, hogy privatizálják az egészségügyet, a vizitdíjról, meg a kórházi napi díjról szavazni, tehát egy vicc. De másfél éve kezdték el? Hát akkor álljanak előtt, akkor sohasem ezt népszavazás. Erről a kérdésről kellett volna. Jó, viszont ezt nem szabad szó nélkül hagynom. Hadd mondjam most egy mondat. Kósa Lajost idézném, a Heti Válaszban adott körbe egy hónap ezelőtt egy interjú. Ő azt mondta, lehet, hogy nem ezek az adott ágazatok legfontosabb kérdései, tehát a vízidíj, kórházinapi díj, tandíj, de Gyurcsány csinált belőle a stratégiai kérdéseket, ugyanis ő mondta azt, hogy ezek nem lesznek fizetősek. Márpedig azért, hogy ne legyünk valóban teljesen következmények nélküli ország, mondta Kósa, ezért kellett ezt a hármat prezentálni. Hadd menjek tovább a kormány negyedre, csak azért, mert úgyis belefonjátok a véleményeteket, bármiről beszélünk. Kormány negyed, Demszi Gábor szerint elképzelhető, mondta a Klubrádiónak a főpolgármester, hogy nem lesz, mégsem lesz kormány negyed, mert nincs meg a pénz arra, hogy a hozzá szükséges közlekedési infrastruktúra fejlesztéseket bárki finanszírozza. Langur, a projektvezető pedig azt mondja, hogy hát nincs itt gond az egész komplexummal, csak egyetlen épület együttese lesz. Pont így mondta, de akkor se értettem pontosan. Podmanicsi utcai sorra. De szerintetek egy újabb törésvonal mutatkozik itt, vagy mi a csuda van itt, hogy most eddig azt hittük lesz, most meg egyre inkább úgy tűnik valóban nem hát lesz. Itt törésvonalak lehetnek mondjuk az út alatt is, mindenfajta poénkodás nélkül. Politikailag. Úgyis, meg így is, ugyanis mondjuk a Podmanicki utcai bérházak vagy bérpalották megközelítés kérdése statikailag megrogyanhatnak ilyen terjedés mellett. Ad kettő. Semmi fajta közlekedési folyosót nem tudnak kialakítani ott. Az eleve nagyon forgalomterhelt nyugati téren teljesen lehetetlené teszik a közlekedést. Az egy teljesen másik vonzata, de felháborít, hogy 140 milliárd forintról van szó alaphangon, ilyen ínséges időkben, egyszerűen undorító. Kinyomják a pénzt vállalkozóknak, amiről Robival is beszéltünk az előbb, hogy állnak X politikusok mögött Y vállalkozók, azoknak szépen kiszervezik a dolgot, erről szól az egész 140 milliárd forintos beruházásra, úgyhogy megbénítják a belváros egy résznek közlekedését, hogy megrogyantja a képületeket, a Ferdinánd hidat hazavágják, nincs szükség, undorító. De 100 folyna be a paloták eladásából. Bár erről érdekes, tényleg csodálkozom, egyre kevesebbet hallani. Mert csomó miniszterünk ki is akar költözni. Amiről nem hallani semmit, az az, hogy miért Budapest? Miért Budapesten hozzuk létre a kormányzati negyedet? Legyen egy bonnunk nekünk is? De miért ne? De bonn már nincs, Berlin van. Legyen Debrecen. De nem. Megy ez a mantra, hogy Magyarország vízfejű. Hogy Budapest nem közlekedhető, túl zsúfolt. És tudod miért vízfejű? Mert fel sem merül. Még egyetlen újságíróban sem, egyetlen politikusban sem, hogy esetleg nem Magyarországon kéne ezt létrehozni. Nem Budapesten. Nem Budapest. A nem Budapest pártján lobbizok. Tehát, hogy
ez fel sem vetődik. Miért? Az elit budapesti, csak a miniszterelnökök, Antal, Boros, Horn, Orbán, Gyurcsány Budapesten élnek, Budapesten laknak, fel sem vetődik. Aki nem budapesti az elitből, Szili Katalinon kívül, az Demszky Gábor. És Kósa Lajos, bocsánat, Kósa Lajos. Jó, de... Jó, Brazíliában is Brazília a főváros, ne vidéki polgármestert említsél, tehát az... Demszky Gábor csak vidéken alszik, ugye az agglomerációban. Washington, Ottawa, Canberra, Brazília, Hága, egy csomó példát lehet mondani arra, hogy nagyon-nagyon jól megoldható egy kisebb kormányzati központ. De hát mindenhol a fővárost említetted. De, na igen, ezek lennének a fővárosok, nem a metropolis. De arra is van jó példa. Nem ez egy Jászberény fővárosá, vagy hogy? De most... Szilveszter, például arra is van jó példa, figyeljetek, arra is van jó példa, hogy Bécsben az ENSZ egyik városnegyedek kis képzavarra, tehát az ENSZ-nek, UNESCO-nak fontos intézményei, a Duna túlpartján Bécs kevésbé forgalmas, és pont ezáltal prosperálóvá tett, városrészre épültek. Akkor te most Cseperről beszélsz például. De miért Budapesten? Sokkal inkább lehetne, de én azt mondom, hogy lehetne Gödöllön is például. Miért lehetne Gödöllön? Miért közel van a Feri egy reptér, ez az M0-áson keresztül. Miért Budapestet kell fejleszteni, mikor az ország vízfejű, és folyamatosan erről van szó, hogy ez egy degeneráltsága az országnak. Ott a parlament, hát azért mégiscsak vannak itt praktikus szempontok. Aha. Az biztos, a parlamentnek egyébként lehet a központja Budapesten, és emellett pedig lehet a kormányzatnak, az Európai Uniónak is megvan osztva a kormányzat, illetve a parlament. Luxemburg, Strasbourg, Brüsszel, az tényes, hogy a nyugati térre és a nyugati mögé agyrém. Értettem, hangos elutasítás a válasz. Rendben, menjünk tovább, nézzük meg, hogy miért adott a koalíció idei munkájára Lendvai Ildikó Közepest. Közepest adott a koalíció idei munkájára a Nagyobbik Kormánypárt frakció vezetője évértékelő sajtótájékoztatóján. Lendvai Ildikó az MSZP és az SZDSZ legnagyobb hibájának azt tartja, hogy nem tudták meggyőzően elmagyarázni a társadalom többségének a reformok értelmét. Én számítógépes nyelven nem tudom, hogy hogyan kéne ezt már mondani, hogy kommunikáció hány pont nulla. Valahogy mindig az a baj, hogyha ez a koalíció van hatalmon, nem, hogy a kommunikáció nem stimmel. Nem, 5 éve nem működik a kommunikáció, de hogy ez, erre ő azt mondja, hogy hármas. Tehát én tanár vagyok, tanárként dolgoztam, érettségiztettem is. Tehát mondjuk, hogyha van egy dolgozatban 5 kérdés, akkor abból az 5 kérdésből, ha mondjuk a tanuló tud 3 jó választ, akkor az, arra azt lehet mondani, hogy az mondjuk 3-as. Az a 3-as. Az az elégtelen, ha mondjuk 1-et sem tud, vagy csak 1-et tud. De ez a kormányzat, itt ez nem elégtelen, ez az érdemjegy. Tehát ha dolgozatírás helyett felgyújtja az iskolát, az nem elégtelen érdemjegy, hanem az rovó, és kirúgás, és fegyelmi. És, ez nem fiatal, az a fiatal korúak börtöne is. Jó, igen, az, amiről Lendvai Ildikó beszél, nem számol, hogy felszámolt az iskolákat, hanem hogy csak racionalizált. De nem, hát kétféle politikai hazugság létezik, és ez a durva, hogy az Összödi beszéd óta a hazugság egy új fogalomkört nyert, tulajdonképpen egy metatérbe került át. Eszterházi Péter, Nádas Péter, ez hozzásegített mindannyiunkat, ugye? Igen, mert hogy van az a fajta hazugság, amikor a kormány azt ígéri, hogy épít 3 hidat, és nem épít 3 hidat. És van az a fajta hazugság, amikor a kormányzat azt ígéri, hogy épít 3 hidat, és lerombol 2-t. Tehát ez egy másik szintje. És elad másik 2-t. Igen, hát vagy felszámol, vagy ledózerol. Tehát, hogy itt igazából ez egy másik kategória, amiről Lendvai Ildikó beszél, és ez a mantra, hogy a kommunikáció az nem működik. 5 éve erről beszélnek, holott ez a kormányzat már mindent elkúrt ebben az országban. Hoppá. Hát csak úgy, mint az Ödön. Klasszikus, csak úgy, mint az Ödön. Egyetlen egy dolgot nem kúrnak el, egyetlen egy dologban jók, és az a hazudozás. Kizárólag a hazudozásban jók, egyébként ezért is vannak hatalmon, ezt csinálják jobban, mint a Fidesz. Minden másban tök ugyanolyanok. Egyébként, ez az, amiben egyébként Lendvai, nem tudom, hogy egyáltalán nem szenved rutinhiányba. Cenzor volt a 80-as években. Most hazud igazat mondani, meg kiszerkesztő, inkább kiszerkesztő. Egyébként én marha nagy lelkű ember vagyok, ha mondhatom, így szerintem Lendvai abban kúrta el már elnézést, hogy 3-ast adott valóban joggal, csak 10-es skálán kellett volna, az én olvasatomban 2-es alá. Egyszerűen hihetetlen, szóval hogy, tényleg... Hogy adsz 2-es alát ennek a kormánynak? Lendvai Ildikó, azt nem értem, amit Lendvai Ildikó mond, hogy a kommunikáció volt rossz, ezért ő 3-as. Ki a felelős a kommunikációért, hanem a frakció vezető? Hát Gyurcsány és Lendvai, ők a kommunikációnak a legfőbb felelősei. Ha Lendvai ezt komolyan gondolja, hogy ő a felelős azért, mert ezt a nagyszerű politikát, amit ez a kormányzat folytat, nem sikerült jól kommunikálni, akkor neki le kéne mondani. Tudod, Robikám, tudod, miért adok 2-es alát? Mert sajnos nem buktathatok. A választópolgárok
tartatnának. Mondjuk akkor, hogy a civil szféra olyan erős lenne, hogy mondjuk nem néhány tízezren mentek volna ki most hétfőn sztrájkolni, hanem mondjuk néhány százezren minimum alaphangon, de inkább egy-két millióan. Én nem adhatok egyest, én kettesen átadhatok. Ti most akkor egyet korcsoljatok, jó? Én pedig elmondom a mai utolsó témánkat, mert az, hogy belőttek Hiller István hálószobának az ablakán, ez már nem fog sorra kerülni valószínűleg. Bár szögezzük le, hogy az... Másolra. Nem jó, másolra hogy egy ilyen erőszak hullám van Magyarországon, akárki is áll le mögött. Hát nem. No, nézzük hát nem. meg, hogy a Fidesz elnöke szerint, aki tegnap az Inforádion hivatkozott, hogy is néz ki a Magyar Szocialista Párt mai elnevezése. A Fidesz elnöke szerint a magyar baloldalnak ma szembe kell néznie azzal, hogy december 5-én a kettős állampolgárságról szóló népszavazáskor kihúzták a Magyar Szocialista Párt nevéből a magyar szót. December 17-én a társadalombiztosítási rendszer magánosításakor pedig kihúzták a szocialista szót, tehát maradt a párt, vagyis az, ami mindig is volt. Jaj, hát annyira szeretnénk átmenni Orbán Viktor magyarság vizsgáján. Hát én mindig is annyira szerettem volna, és annyira jó, amikor Orbán Viktor újra magyarságot oszt és von meg, mint egy politikai keresztapa. Tehát ez is megint visszakacsintunk a 30-as évekbe, ez az, amire szükség van. Tehát akkor, amikor szakszervezeti vezetőket fenyegetnek Magyarországon, akkor, amikor Gyurcsánybe vagy Gergényi belelővet a békés tüntetőkbe? Mikor? Mikor nem? Az a kérdés. Akkor, amikor újságírókat vernek meg, akkor, amikor politikai merényletek zajlanak, akkor, amikor militáns csapatok járják a falon. Most itt az idősíkok összecsúsznak, mert az mind a 60-as, 80-as évek idősíka összecsúszik a 30-as évekével. Jó. Miről beszélünk? Teljes káosz. Nem tanultunk a 20. század első. Nekem egyetlen kérdésem van. A politikai közéleti hangulatot. Illetően biztosan. Egy kérdés. Orbán Viktor magyarság vizsgáján átmegye vajon az ezredfordulós Orbán Viktor, aki miniszterelnökként lesöpörte a Magyarok Világszövetségének javaslatát, hogy legyen kettős állampolgárság, ehelyett Orbán Viktor az annál sokkal kevesebbet jelentő magyar igazolványt érvényesítette. Most Orbán Viktor azt mondja, hogy aki nemmel szavazott a kettős állampolgárságra, vagy erre hívta fel a társadalmat, az nem magyar, tehát ő kirekeszti a magyarságból azokat, akik erre nemmel szavaztak, vagy arra bújtottak föl, vagy arra hívtak föl. Orbán Viktor ezt tette, mint miniszterelnök, lesöpörte a kettős állampolgárság tervét. Az a kérdés, hogy Orbán Viktor szerint a Fidesz magyar polgári párt, az Fidesz milyen polgári párt? Na, akkor Fidesz erre... hazátlan polgári jó, párt? Csabaj, na, jó, csabaj. Akkor most reagálnék. No. Tehát ők két lépcsőben képzelték a Fidesz politikusnak egy része, a nemzetközi politikusnak egy része. Neveket is mondhatok, akár Németh Zsolt például konkrétan egyébként megmagyarázta úgy, ahogy el lehet fogadni úgy, ahogy ő nem akart állampolgárságot adni. Más politikusok akartak állampolgárságot adni. Abban állapodtak meg, egyébként az volt a hiba, hogy ugye 2001 júniusában fogadták el a státustörvényt, abban konszenzusra jutott az akkori jobbközép politikai elit, hogy az első lépés a státustörvény, illetve a magyar igazolvány lesz, a második lépésben pedig esetleg kiépíthető egy olyan állampolgársági szisztéma, amely működőképes. A Magyarok Világszövetségének koncepciójával egy marha nagy gond volt, hogy iszonyatosan dilettáns volt. Ők a brit többszintű állampolgársági modellből indultak ki jól, és dolgozták ki rosszul. Az volt a gond itt egyébként, hogy a két úgymond nemzetinek mondható politikai elit rész egyáltalán nem dolgozott össze, sőt, teljesen egymással szembe ment. Orbánék úgy próbálták ezt átidalni, hogy Boros Pétert jelölték, aki az utolsó pillanatban lépett be emiatt a Magyarok Világszövetségbe, Patrubány ellenében. Na ez volt a nagyon nagy hiba, hogy mondjuk nem Durai Miklóst jelölték, illetve hogy Durai visszalépett. Mert akkor a két koncepciót össze lehetett volna békíteni. Eljutunk még a szocialistáig különben? Nem magyarázom, hanem megmagyarázom a hátteret, ugyanis ott is többfajta koncept. Nem volt ideje és lehetősége arra, hogy kettős állampolgárságot érvényesítsen. Nem, több, nem, amit mondtam, bocsánat. Amit mondtam, hogy 3 évig elhúzták a státustörvényt. Azt mondtam, hogy az gond. Nem mentegetem, mert 3 évig, azt másfél alatt meg kellett volna csinálni, és utána még lett volna idő a választási kampányig, a valóban a brit állampolgársági modellből kiindulván egy normális szisztémát, és nem olyat, amit az NVS akar kidolgozni. Én jó, szeretném, hogyha Orbán Viktor nem osztana nemzeti identitás, mint egy krupié. Jó, foglalkozom Orbán Viktor a saját identitásával, a saját magyarság tudatával. A szocik elvesztették a jelzőket? Szerinted, most hagyjuk Orbán Viktor. A nemzeti identitás az nagyon személyes ügy, és kizárólag a saját személyes identitás választásának a kérdése. Az, hogy szocialista, az egy egészen más kérdés. Az, hogy szocialista, az felmérhető egy pártnak a politikájából. Az, hogy valaki magyar vagy nem magyar, az a személyes identitás választásának a kérdése. Szocialistát elvesztették a szocialisták? Én szerintem nem szocialisták. Ja, nem is voltak azok.
hogy valaha szocialisták voltak-e. Az utódpárt, amikor a 30-as években még illegalitásban volt, akkor lehet, hogy szocialista volt. Na most, hogy Orbán osztott el nemzeti jelzőket, vagy semmi joggal, ezt mondja, történelem kideríték is, képzavarra. De várj egy kicsit, de az, hogy mondjuk I. és Gyula, így utólag, és már akkor is, amikor még élt, osztatott nemzeti jelzőt, azt hiszem leszögezhetjük, legalábbis én leszögezem, és ezt tartom magam. Mára is összekapcsolt ezt a két kérdést, hiszen itt nem arról beszélt, hogy magyar kommunisták, hanem a kommunista akkor lesz a legveszélyesebb, amikor elveszíti a hatalmát, mert akkor a vagyon átmentésbe megy be. Ez úgy jön, hogy egyáltalán nem izgatja sem a nemzeti, vagy magyar, sem a szocialista értékelvűség, hanem csak a saját lóvéjuk, bizniszük. Ami látszik a Gyurcsány kóka tandemben. A magyar politikában mindenki csak ez izgat, senkit nem érdekel más, mint a politikai és gazdasági tőkefelhalmozás, és azt a szót, hogy magyarság, meg azt a szót, hogy polgári, meg azt a szót, hogy civil, meg azt a szót, hogy szocialista, mind-mind csak használja, mind-mind csak kihasználja, felhasználja. De mondjuk, bocsánat, a Fideszes Balogh Zoltán miért nem mondhatta magát nemzetinek keresztének? És egyébként, bocsássál meg, nagyon nagy a különbség, amikor egy író beszél erről, meg nagyon más a különbség, amikor egy politikus, az egyik esetben egy humán állásfoglalás, a másik esetben pedig politikai arrogancia. Balogh Zoltán elkész. Joggal mutatja ő is. Folytatjuk majd. Mindenki mindenkinek egyformán megmondhatta magáit. Nekem is lett volna egy véleményem, de az már csak így a végére fér el. Mondd el. Nem tudtok rá mondani semmit. Most hát. Én szeretem megkülönböztetni azt, hogyha valaki esetleg ugyanúgy nem hozza létre azt, de ad a helyébe valami mást, ami mondjuk fölfogható fejlődésnek, és egyébként ti is a hidak kapcsán erről beszéltetek. Na, én csak ezt akartam a végén elmondani, meg megköszönni nézőinknek a kitartó figyelmet. Találkozzunk máskor is, viszontlátásra! Boldog karácsonyt, viszontlátásra!